klímaváltozás. Áder János államfő tartott előadást az éghajlatváltozás okairól és hatásairól a Nyíregyházi Egyetemen. Mézes reggeli. A méhészek általános iskolákban és óvodákban népszerűsítik a hazai termelői méz fogyasztását. Közeleg a Black Friday. Több ezer áruház csatlakozott az akcióhoz, azonban érdemes több helyen is ellenőrizni a kedvezményes árakat. A népesség robbanás és az urbanizáció nagy mértékben felelős a klímaváltozás felgyorsulásáért, közölte Áder János államfő Nyíregyházán. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A köztársasági elnök a fenntartható fejlődés témakörében tartott előadást a Nyíregyházi Egyetemen, ahol az elmúlt hónapok szélsőséges példáival mutatta be az éghajlatváltozás negatív hatásait. Az interaktív prezentáció során beszélt arról is, hogy 30 Celsius fokot mértek Lapföldön, Dél-Amerikában pedig 25 cm-nyi hó esett. Klímaváltozás és vízválság. Merre tart a világ címmel tartott előadást Áder János köztársasági elnök a Nyíregyházi Egyetemen. Az államfő interaktív prezentációjában olyan szélsőséges időjárási példákat mutatott be a közönségnek, amelyek az elmúlt hónapokban történtek a Föld különböző pontjain. Beszélt arról a sosem látott tűzvészről is, ami napok óta sújtja Kaliforniát. Akár minden korábbi tűzvész mértékét meghaladja. Egy 23 ezer fős város például teljesen megsemmisült. Olaszországban mintegy 14 millió fát döntött ki a viharos eső, és az óránként akár 200 km erősségű szél idén. Németországban a Rajna folyó vízállása soha nem volt még olyan alacsony, mint idén. Ez gazdaságilag is hátrányos. Ezen a vízi útvonalon ugyanis jelentős a hajóforgalom. Egy másik furcsa időjárási szélsőség, hogy amíg Dél-Afrikában 25 cm-es hó esett, addig Lapföldön pedig 30 Celsius fokos hőmérsékletet mértek. Az időjárási viszontagságok sok esetben népvándorlást is eredményezhetnek. Hogy mi az oka annak, hogy az emberek Közép-Amerikából elindulnak és el akarnak jutni más vidékek felé? Az elmúlt két évben alig esett eső. Hondurasban, Ekvádorban. És miután a hőmérséklet viszont folyamatosan emelkedett, ami azt jelenti, hogy nem csak a napközbeni hőmérséklet, hanem az éjszakai hőmérséklet is, ezért például, csak egy példát mondok, a kávéültetvényeken egy olyan gombafaj szaporodott föl a melegebb éjszakák hatására, ami jelentősen pusztítja a kávé cserjét, aminek következtében jelentősen visszaesett a termelés. Ha visszalépnénk egyébként Németországba, akkor Németországnál nem csak az az érdekes, amit az imént láthattunk, hogy a Rajna vízszintje milyen alacsony, hanem utána Németország 90%-a aszályos terület volt az idén, 30%-kal esett vissza a mezőgazdasági termelés, ennek számolják ki nagyjából, hogyha majd valamelyik órán lesz a mód és lehetőség, számolják ki vagy számítassák ki, hogy ennek milyen gazdasági következményei vannak a német gazdaság szempontjából. Több milliárd euróról beszélünk. Na tehát visszakanyarodva ide, a mexikói népvándorlás mögött is van egy a klímaváltozáshoz visszavezethető, annak közvetlen gazdasági oka. Az államfő magyarországi példákat is hozott. Itthon a Duna vízállása is rekordokat döntött, és az ősszel tapasztalt poloska invázió is az éghajlatváltozás hatása, valamint a Balaton vizének hőmérsékletesen volt még ilyen magas, mint ezen a nyáron. Áder János szerint a népességrobbanás és az urbanizáció nagy mértékben felelős a klímaváltozás felgyorsulásáért. A gyors népességnövekedésnek köszönhetően 2050-re már 9 milliárd ember él majd a Földön, nagy részük városokban. 2015-re már 48 giga és megapolisz jött létre a Földön, annak eredményeként, hogy átlagosan hetente 1 millióan költöznek városokba. A következő időszak egyik fontos kérdése, hogy milyen szinten stabilizálódik a népességnövekedés a következő évtizedekben. És ez a népesség nő és nő és nő, évről évre. A második eleme ennek, amit én az okok között keresgélek, vagy az okok között vélek felfedezni, ez a gazdasági növekedés, és a gazdasági növekedésnek is a módja. Ha megnézzük a GDP növekedését, a világ GDP-nek a növekedését, hihetetlen növekedést láthatunk, ami bizony egyik szempontból jó. Ennek haszonélvezői vagyunk. A másik szempontból ugyanakkor ennek nagyon súlyos ára van. Ugyanis az elmúlt évszázadot, az elmúlt 200 évet, ha az ipari forradalom
attól számítjuk, de különösen az elmúlt 50-60 évet, második világháború utáni időszakot, a következő leegyszerűsített logika, ez természetesen közgazdasági logika uralta. Termeld ki, használd, dobd el, és lesz belőle szemét. Termeld ki, használd föl, rövid ideig használjad, tehát termeld ki, dolgozz föl, rövid ideig használjad, és dobd el. Dobd el, kultúrában élünk. Az előadáson az is elhangzott, hogy az elmúlt 100 000 évben nagy hőmérsékleti kilengések jellemezték a Földet, ha pedig ugrunk egyet az időben, azt láthatjuk, hogy a honfoglalás korától a lehűlés volt a jellemző egészen a 18. századig. Az ipari forradalom és a II. Világháború óta pedig meredeken nő az átlag hőmérséklet. Ismét mézes reggelit szervezett a Nyíregyházi Méhészek Egyesülete. A program célja, hogy népszerűsítsék a kiváló minőségű hazai mézet, illetve hogy minél kisebb korban megismertessék annak jótékony hatásait a diákokkal. A kezdeményezésnek köszönhetően idén 45 Szabolcs-Szatmár Bereg megyei iskolában és óvodában összesen 7500 diák kóstolhatott helyi termelői mézet. A Móricz Zsigmond Általános Iskola kertvárosi tagintézménye már évek óta tagja a mézes reggeli programnak. Ez annak is köszönhető, hogy az iskola tanulói között több őstermelő család is van, akik mézzel foglalkoznak. Az intézményben mind a 350 diák megkóstolhatta pénteken a helyi termelők mézét, első körben az alsó tagozatosok. A kertvárosi iskolában fontos az egészséges életmód, nem csak az ehhez hasonló rendezvényeken, hanem a mindennapokban is. Nagyon fontosnak tartjuk az egészséges életmódot. Nálunk ez egy nagyon komoly nyertes pályázatnak az eredménye, hogy még finanszírozást is kaptunk hozzá, hogy megvalósíthassunk egy tankonyhát, ivókutakat, tankertet hoztunk létre. A tankertnek a terméseit fogjuk felhasználni majd a tankonyhánkban. Hetente rendszeresen főznek egészséges ételeket a tankonyhánkban. A mézt pedig egy rendkívül fontos alapanyagnak tartjuk, amivel nagyon jó, ha kiskorban már megismerkednek a gyerekek. A mézes reggelin a diákok egy ismeretterjesztő rövid filmet is megnéztek a mézfogyasztásról. Ebből megtudhatták, hogy a sütikben használt cukor nagy részét mézzel is helyettesíthetik. Illetve, hogy bár a méz nem tud megromlani, érdemes egy éven belül elfogyasztani annak érdekében, hogy 100%-ban tudja kifejteni minden jótékony hatását. Vajas mézes kenyér és mézes tea volt a reggeli menü a kertvárosi iskolában. Sokan talán most kóstoltak először mézet. A méhészek célja, hogy a gyerekek minél korábban megismerjék ezt az egészséges alapanyagot. Nagyon sok gyerek meglepődik, hogy ilyen a méz. Ez már ezzel magában úgy gondolom, hogy sok mindent elmondok. Korábbi években inkább így mondanám, hogy nem az volt a jellemző, hogy igazi természetes mézet tudtak venni a nagykereskedelmi áruházakba. Most már azért javul a helyzet, de sajnos a napi megélhetés nem mindenkinek teszi lehetővé, hogy nap mindnapos élelmiszerre legyen a méz, ezért legalább itt megismerkednek vele. A magyar méznek kell a promóció, mert rengeteg a vetélytársa. Hiába sokkal jobb a minősége a hazainak, mint más országok termésének, mégis kevesen fogyasztják. Közölte Nyíregyháza alpolgármestere a rendezvényen. Én magam is méhészkedem, tehát tudom, hogy miről beszélek. Nem végső soron pedig azért nagyon fontos, hogy vannak a méhek, mert megporozzák azokat a növényeket, amelyeket utána majd learatnak, amelyeket utána olajformájában, gyümölcsformájában megeszünk, és a méhek nélkül azt gondolom, hogy azt is hiszem, hogy mindenki tudja, hogy nem lenne ekkora termés átlaga a magyar mezőgazdaságnak. Tehát a magyar méhészeknek a feladata nem csak a méztermelés, a propolisz termelés, a virágpor termelés, hanem önmagában véve a beporzás és az élelemkészleteknek a biztosítása. A hazai mézes reggeli alapja egy szlovén hagyomány, ehhez a külföldi kezdeményezéshez csatlakozott Magyarország 2014-ben. Idén a Nyíregyházi Méhészek Egyesületének 13 iskolát és óvodát sikerült meglátogatni a városban és annak környékén. A segítségükkel körülbelül 1200 gyermek tudta megkóstolni a mézet, megyei szinten pedig 45 intézményben összesen 7500 diákhoz jutottak el.
A héten elfogadott őszi adócsomag értelmében a legtöbb kafetéria elem bérként adózik jövőre, miközben a munkáltatók kedvezményesen kizárólag a dolgozók pihenését és az egészség célú költéseiket támogathatják a SZÉP kártyán és az egészségpénztáron keresztül. Ennek értelmében 40,71%-kal adózik az önkéntes pénztári célzott szolgáltatásra fizetett céges támogatás, amelyet a nyugdíj, az egészség és az önsegélyező pénztárak is nyújthatnak. Ez azt jelenti, hogy a munkáltatóknak 40,71%-os közterhet kell megfizetniük a munkavállalóik egészség megőrzését, prevenciós szűrővizsgálatokon való részvételét, magán egészségügyi szolgáltatások igénybevételét vagy gyógyszervásárlását segítő támogatásaik után. A Black Friday az amerikai hagyomány szerint a vásárlás ünnepének titulált nap, amely minden évben a hálaadás utáni első péntekre esik. Így a karácsonyi vásárlási lázat egy egynapos leárazással indítják el az áruházak. Az akciók valódiságáról azonban érdemes minden esetben meggyőződni, mert a hazai üzleteknél előfordul, hogy a fekete pénteki akciós árak magasabbak, mint a termékek korábbi árai. Az Egyesült Államokban jellemzően 30-40%-os árukedvezményeket kínálnak az üzletek Black Friday alkalmából, de sokszor akár 80%-os is lehet az akció. Magyarországon leginkább a webáruházak csatlakoznak a fekete péntekhez, és itthon is hozzá lehet jutni kedvezményes termékekhez. Azonban a Békéltető Testület elnöke szerint érdemes az akciók előtt ellenőrizni a meghirdetett árakat. Amire oda kell figyelni, hogy amikor egy ilyen akciós vásárlásra készülünk, akkor már előtte tájékozódjunk korábban. Tehát már az akció megkezdése előtt lehetőség van arra, hogy vannak ezek az árösszehasonlító weboldalak. Nézzük meg, hogy teljes áron mi az a legkisebb összeg, amiért meg lehet kapni azt a készüléket, például egy tévékészülék esetén, amit kinéztünk. És akkor, ha az akció esetén ettől kevesebbért meg tudjuk szerezni, akkor érdemes az akció keretében megszerezni. A legnépszerűbb megvásárolt termékek közé tartoznak a tévék és az okostelefonok. Az egyik online áruházban egy nap alatt mintegy 6000 okostelefont, 2500 porszívót, 2000 televíziót és 1000-1000 játékkonzolt, valamint laptopot vásároltak az egyik Black Friday napon. A vásárlóknak azonban tudniuk kell, hogy milyen jogaik és lehetőségeik vannak az akciós napon is. Ha egy megbízható áruházzal vagyok kapcsolatban, és mondjuk megérkezik a termék, de mondjuk nekem nem tetszik, az akciós időszak alatt is él a 14 napos elállási lehetőség. Nem jó a méret, nem jó a szín, nem ilyennek gondoltam. Indoklás nélkül elállhatok írásban. Az áru egyidejű visszaküldéséről és a visszaküldés költsége jelen esetben a fogyasztót terheli. De ha nem tudom, hogy hova kell visszaküldeni, vagy ha az áruház azt mondja, hogy ő nem ismeri az elállás intézményét, akkor gondba vagyok. Vagy ha ne adj Isten hibás egy termék. Ezekben az akciós időkben is ugyanúgy vonatkozik a jótállás, ha jótállásra köteles a termék, illetve a szavatosság. Tehát a hibás termék esetén ugyanúgy jogom van élni, hogy javítsák ki, cseréljék ki, vagy vételárat fizessék vissza. A kedvezményes napon több ezer terméket vásárolhatnak meg olcsóbban a hazai áruházakban és webáruházakban is. A fekete péntekre regisztrált magyar áruházak listája a www.blackfriday.hu-n érhető el, az akciós nap pedig idén hivatalosan november 23-a lesz. Már elhelyezték Nyíregyháza karácsonyfáját a város főterén. A 16 méteres lucfenyőt jövő héten öltöztetik ünnepi díszbe, és január 6-áig vízkereszt ünnepéig áll majd a belvárosban. A karácsonyfát egy nyíregyházi család ajánlotta fel a város számára, melyet idén is több kilométernyi fényfűzérrel, 80 gömbdísszel és a gyerekek rajzaival öltöztetnek majd ünnepi díszbe. Egy hatalmas emelődarú segítségével vágták ki a Katasztrófa Védelem és a NyírVV Kft. Szakemberei közösen Nyíregyháza idei városi karácsonyfáját. A lucfenyő 16 méter magas, és közel 30 évig volt dísze a Szenci család udvarának.
Az idei évben is lakossági felajánlásból sikerült a adventi forgatagnak a karácsonyi fáját megszerezzük. Több felajánlás is születik minden évben. Úgy gondolom, hogy sikerült méltó díszt a Kossuth térre találjunk. A Szenci Ferenc felajánlása nagyon jó választásunk lesz. A nyíregyházi család ezzel a felajánlásával kívánja szebbé tenni a városlakók karácsonyi készületét. Szeretnék a nyíregyházi gyerekeknek örömöt okozni ezzel a szép fenyőfával. A fenyőt idén is Nyíregyháza belvárosában a takarékpalota előtti főtéren állították fel. A város karácsonyfáját jövő héten öltöztetik ünnepi díszbe. Megközelítőleg 2 kilométer fényfüzér és 80 díszgömb kerül majd rá, de a gyerekek saját rajzaikat és karácsonyi kívánságaikat is elhelyezik majd rajta. Halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset történt november 16-án az M3-as autópályán Mohos pihenőhely közelében. Egy vásáros Namény irányába tartó személygépkocsi eddig tisztázatlan körülmények között átszakította a szalagkorlátot, majd az árokba csapódott. Az elsődleges adatok szerint a baleset következtében egy személy a helyszínen életét vesztette, további 4 személy megsérült. Három nyíregyházi kosárlabdázó is meghívást kapott az U20-as válogatott első edzőtáborába. Fazekas Csaba, Mokánszki Máté és Sitku Márton péntektől keddig készül Székesfehérváron a Nemzeti Együttesrel. A hétvégén ebben a szezonban először találkozik az U20-as válogatott keret. A székesfehérvári összetartáson ott lesz 3 nyíregyházi játékos is. Sitku Márton az U16-os és az U18-as nemzeti együttes után a korosztálynál egy évvel fiatalabban is meghívót kapott a 20 évesek közé Pór Péter szövetségi edzőtől. Örülök nagyon a meghívásnak, ez egy korosztálylépés most, és első éves U20-asként örülök, hogy bekerülhettem. Nagyon várom az összetartást, szeretném megismerni a vezetőedzőt, és a csapattársakkal is egy jó viszonyt kialakítani. Mokánszki Máté idén nyáron nem kapott meghívót az U18-as válogatottba, ott volt viszont a debreceni 3x3 Európa-bajnokságon, ahol aranyérmet szerzett. A fiatal kosaras mind a 3-3 elleni, mind az 5-5 elleni játékban otthon érzi magát. Nagyobb fajta különbség nincsen, mert ugye 5-5-ben van U18-U20, 3x3-ban csak U18 és U23 van, úgyhogy én most abból egy kicsit kiesek a 3x3-as válogatottságtól, majd csak a jó 2-3 év múlva lehetek, ha leszek, és eljutok addig 23-as, 3x3-as válogatott, meg hát ez attól függ, hogy a pályafutásom hova sodor. Fazekas Csaba már ez évben is ott volt a 20 évesek válogatottjában, sőt a csapat alapemberének számított az Európa-bajnokságon. A nyíregyházi játékos így ismerősök közé érkezik Fehérvárra. A Pór Petrivel jó volt a viszonyom az évek során és a válogatottban is. Külön öröm, hogy egy korábbi nyíregyházi edzővel is együtt tudunk dolgozni, Pető Ákos személyében. Szerintem a csapattársaimnak nem lesz különösebb gondja ebben a válogatottban, mert ők is a fiatalabb korosztályban meghatározó játékosok voltak, úgyhogy szerintem ez most egy nagyon erős korosztály lesz idén, úgyhogy nekem az az elvárásom, hogy a lehető legjobb helyezést ki tudjuk ebből hozni. A Nyíregyháza Blue Sharks szakmai igazgatója szerint nem meglepő, hogy egy másodosztályú csapatból 3 játékos is bekerült a válogatott keretbe. Az, hogy a B csoportból hívják be az U20-as válogatott játékosait, azért az talán azt is mutatja, hogy nem a magyar játékosok kapják egyenlőre a fő hangsúlyt az A csoportos csapatoknál, ami picit sajnálatos, jobban örülnék annak, hogyha a magyar játékosok komoly, meghatározó szerepeket tudnának játszani A csoportos csapatokban is. A 3 játékos kedden csatlakozik a két cápákhoz. A nyíregyháziak jövő szombaton Budapesten a MASZ otthonában játszanak rangadót. 6 fordulót követően a második helyen áll az MB2 északkeleti csoportjában a Máté Szalkai női kézilabda csapat. Vakacs Krisztina együttese legutóbb a Vitka Ese ellen nyert 31-24-re. Az MMTK szombaton Hajdúböszörményben lép pályára. Minimális játékos mozgás követően vágott neki a bajnokságnak a Máté Szalkai MTK, amely 2019-ben ünnepli alapítása 100. évfordulóját. A Vakarcs Krisztina által irányított együttes 6 fordulót követően a második helyen áll a tabellán. A rajtnál kicsit beragadt az MMTK, de a harmadik forduló óta valamennyi meccsét megnyerte a csapat.
Sajnos nem jól kezdtük ezt a bajnoki szezont, annak ellenére, hogy az igazolásaink úgy gondolom jól sikerültek, hiszen 18 játékossal kezdtük meg ezt a bajnoki felkészülést. Örömteli tény volt az, hogy végre 3 kapussal tudtunk dolgozni, ami az előző bajnokságban igen komoly problémákat jelentett. Ezek közül egy olyan kapus, aki korábban már játszott az egyesületnél, Bodó Anna Petra, és most visszatért hozzánk, hála jó égnek, illetve egy ifjúsági korú játékos, Drabik Pannát is sikerült visszacsábítani, aki egyrészt az ifjúsági csapatban, másrészt pedig a felnőtt csapatban is már kiveszi a részét a munkából. Tehát a elmúlt fordulókban ugye Füzesabonnyal és Ózdal, aki nekünk a mumusunk, ott veszítettünk két-két pontot. Azóta viszont a csapat nagyon-nagyon tisztességesen helytáll, hiszen a elmúlt mérkőzéseket folyamatosan nyerte meg. Ami érdekessége most ennek a bajnokságnak, és talán a szakma szempontjából fontos, hogy ez így is legyen, hogy nagyon sűrű a mezőny. A 12 pontos Füzesabony mögött a Máté Szalkál 8 ponttal, a szintén 8 pontos DVSC 22 előtt. Az Éllovas triót 5-6 pontos csapat követi. Több mint 200 gólt lőttünk ebbe a bajnokságba, 6 fordulat, azért ez egy komoly eredmény, ez egy 35-ös gólátlag fölötti eredményt jelenthet. A lőtt és kapott gólok tekintetében is plusz 50-nel vagyunk, tehát ezzel nincs semmi gond. Azonban élvezetes meccseket játszunk, hiszen nem csak sok gólt lövünk, hanem sok gólt is kapunk ezeken a mérkőzéseken. De hogy látom, a többi csapatnál is ez most egy kicsikét a játék felgyorsulásával, talán a védekezést inkább feladják a csapatok, és leginkább a gólszerzésre összpontosítanak. Örömteli tény az is, hogy a góllövő listát Kis Brigi vezeti, aki a tavalyi gólkirály volt, és ugye ő mindig toppon van, elő van, és örömteli tény az, hogy az utánpótlás csapatunk is vezeti a bajnokságot. Jelenleg ők 8 fordulón vannak már túl, és ott az a Drabik Panna már 100 gólon felül lőtt, aki most visszakerült hozzánk ugye Debrecenből. A Máté Szalka szombaton Hajdúböszörményben lép pályára, azt követően pedig a Külcsét fogadja, majd Debrecenben zárja az őszi szezont az MMTK. Híradunk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. 25 cm-es hó Dél-Afrikában és 30 Celsius fok Lapföldön. Ezek az időjárási furcsaságok is a klímaváltozás hatásai. A népesség robbanás és az urbanizáció nagy mértékben felelős a klímaváltozás felgyorsulásáért, közölte Áder János államfő Nyíregyházán. A köztársasági elnök a fenntartható fejlődés témakörében tartott előadást a Nyíregyházi Egyetemen, ahol az elmúlt hónapok szélsőséges példáival mutatta be az éghajlatváltozás negatív hatásait. A mézes reggeli kezdeményezésnek köszönhetően idén 45 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei iskolában és óvodában összesen 7500 diák kóstolhatott helyi, termelői mézet. A program célja, hogy népszerűsítsék a kiváló minőségű hazai mézet, illetve hogy minél kisebb korban megismertessék annak jótékony hatásait a diákokkal. A hazai mézes reggeli alapja egy szlovén hagyomány, ehhez a külföldi kezdeményezéshez csatlakozott Magyarország 2014-ben. A Black Friday az amerikai hagyomány szerint a vásárlás ünnepének titulált nap, amely minden évben a hálaadás utáni első péntekre esik. Magyarországon leginkább a webáruházak csatlakoznak a fekete péntekhez, a kedvezményes napon pedig több ezer terméket lehet olcsóbban megvásárolni. A fekete péntekre regisztrált magyar áruházak listája a www.blackfriday.hu-n érhető el, az akciós nap idén november 23-a lesz. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták november 16-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd Önöket, hétvégén pedig heti hír összefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap is marad a napos idő. Egy anticiklon peremén többnyire alacsony nedvességtartalmú, továbbra is egyre hidegebb levegő áramlik a Kárpát-medence fölé. Az éjszaka folyamán derült, csapadékmentes idő várható. Az északkeleti szél több felé élénk lesz. Reggelre általában -1 fokig csökken a hőmérséklet.
Holnap napközben többnyire gyengén felhős, napos idő várható, csapadék nélkül. A keleti szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. Délutánra 7 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. A következő napokban északkelet felől hideg, eleinte alacsony, majd nagyobb nedvességtartalmú levegő áramlik térségünk fölé. Vasárnap még hosszabb időszakokra kisüt a nap, majd a jövő hét első felében már többnyire erősen felhős idő lesz a jellemző, és többfelé számítani lehet gyenge csapadékra, esőre, havas esőre, hószálingózásra egyaránt. Északánként többfelé süllyed fagypont alá a hőmérséklet, a maximum hőmérséklet pedig kissé a sok évi átlag alatt alakul.